egyenesen balra. Kíváncsi vagyok megint, merre visz. 3 percre vagyunk Badacsony-Tomai kilátó parkolójától. Ha lesz hely, hanem akkor ide kell lesz hely, mert beszugerázzuk, hogy legyen hely. Hát mondom, ha nem, akkor erre kell visszajönni. Köszönöm, valahol itt lerak. Nem így, nézd. Marad, nem döntött. Szép. Hú, mennyi mindenki van itt. Be lehet ide menni? Be, ha tervén. Oszlopok. Direkt parkolót néztem, és meg is néztem a fényképét. Uh-huh. Hogy van, van. Tudod, uh-huh. Fröccs tesz. Ja, nem hittem volna, hogy ilyen sokan de vannak. Most meglepődtem. Az oldal sor, ami mi mentünk, ott nem sokan vannak. Lesz hely. Mondom, hogy lesz hely. Kitty beszugizza a helyet. Elég a parkolót is, ugye? Aha, kis faludi ház. Látszik ott. Kis faludi ház. Micsoda? Egyszer már voltunk. Kököcs, megjöttünk. Hol vagyunk, Noel, lehet tudod mondani? Bence? Olivér? Badacsony, Tomaj. Vagyunk Badacsony-Tomajon. Tomaj. Badacsony-Tomaj. Én most lefeledtem. Hát ez jó nagy hely. Micsoda? Ennyire picu méter. És ennyire jó hely. Tetszik? Ide. Ja. Oda nézzek, ott a Balaton. Balaton! A Riviera! Valaki elfáradt? Most kezdtük, anya. És anya már elfáradt. Ugye? Na, csak fölérünk ennek a egyik tetejére. Látás, az gyönyörű. Szabad ugrani. Micsoda? Hogy szabad. Merre kilátom. Hova menjünk? Merre? Nem tudom. Merre? Arra? Az nem csúszda. Jobbra, vagy balra? Jobbra,
Vagy balra. Ott van egy kút. Vagy ez nem kút? Ja, ez egy szentély. Jó. Nem tudom. Erre, gyertek. Ez barátságosabbnak tűnik. Elmegyünk balra. Bab. Baba. Bab. Nem, azt akartam, hogy baba. Na, menjünk. Aha. 34 percet írunk. Gyalog? 34 perc, az tök jó. Leesni nem ér. Igen? Nem tudom. Elindultunk erre, aztán majd... Mondjuk az nem túra útvonal, mert lenne akar vinni minket. Mm-hmm. A kis valódi. Nem tudom, nekem ez tetszik, ez az út. Jó nap sütötte. Tehát egy szép levelet. Aha. Tök jó. Csak itt hátul az. Vagy itt. A szebb. Itt van ez a szebb. Aha. Mert ebben van egy csík. Jó, menjünk. Szerintem a másik lesz. Mert? Mondjuk lehet, hogy innen is elérjük majd. Ez a kaland, hogy nem tudjuk, merre megyünk. Anya, miért vagyunk a Holdra? A Holdra megyünk? Hát olyan magasan vagyunk, mehetünk a Holdra is. Mert ott van a izom. Anya, ezt összetartod. De nem bántjuk az erdőt, ugye? Nem. Hát akkor... Olyan, mint a bajka. Na, akkor zúzzunk tovább. Mert ki tudja, hova tartunk, és hogy ez meddig fog tartani. Utolsó fizeti a vízt. Utolsó mosogat. Az mosogat otthon, aki utolsó lesz. Mindjárt ránézek, akkor a kapásból rossz irányba mentünk. Amint mindig. Vissza a kiinduló pontra és az ellenkező. Szóval jobb oldalra kellett volna menni, és nem balra. De nem ott a párkányon végig, hanem egyből föl balra, nem? Igen. Szóval, ja, tipikus mi vagyunk. Jaja, hozd be az erődet, mert az nem sokkára meg nyavaj húgni fog. Ennyit jöttünk volna már ezen az úton? Igen. Egy állatot vagyunk. Nekem fel se tűnt. Jaj. Aha, na menjünk be. Most lemaradjunk, marad a 10 perc magunkhoz képest. 10 percet elbolyongtunk az erdő másik felén. Noel, menjél már. Ja. Tényleg. Igen, ott nagyon csúszós. Vigyázzok. A Bence már árkombokron van. Elfáradt vele. Hát te meg mivel közlekedt? Anya.
ezt a nagy izét akarod kiszerni? Hát nézd, milyen lehet. Anya, mert katona vagyok. Igen, és a katonák fát cipelnek? Aha. Gyere, Bubu! Jó edzésben vagy! Az Olivér! Jöjj, Noel! Gyere, Noel! Már csak 20 perc! 20 perc és ott vagyunk! 900 méter van még hátra! És az 20 percet tesszük meg! De hogy sok! Már csak 18! Na, szóval az utolsó mosogat. Nagyon, Oliver, ennyi volt. Hallod a madarat? Valahol itt csipog. Nem tudom. Hát ez... Azért van egy brutális mennyiségű lépcső itt. Van egy csomó lépcső erre felé. Nem csoda, hogy kiköpjük a tüdőnket. De lassan fönn vagyunk. Gyere, Oli! Hol a botod? Visszafelé, azt hiszeded? Az jó. Jó, szóval akkor most ez vár rád. Pikpak, fönn vagyunk. Én könnyebbnek érzem, mint amin napon mentünk. Nem? Nem tudom. Hát én arra már nem emlékszem, hogy azon, amikor voltunk. Nagyon sokat mentünk, meg így a végig azon a izén. Akkor beszakott köves után. Azt tudom, hogy volt ott egy nagyon durva szakasz, mikor ott csak sziklákon mentünk. De nem tudom. Noel már fönn van a tetőn, már örül. Lefele könnyebb lesz. Igen. Szóval megéri még fölküzdenem magam? Semmi. Micsoda? Látjuk a nagyon a palat. Azt a kutyarúgjam! Bírom is! Fordítsd! Nem is látszanak! Ezzel lehet nagyítani? Nem. Ez az egy hátrányom ennek.
zoomóval nem lehet közelíteni, távolítani. Kinyújtod a kezedet, meg vissza. Vissza. Tényleg. Na gyere. Kérem, nyilatkozzon. A kéz itt a zoom. Na szóval, eljünk a... hova megyünk? Kisfaludi kilátóhoz. Gyerekeink meg már elvesztek. Hol? Nem. Hüggelizelés 3.0. Sziasztok! 3 ifjonc. Ezért raktam őket most sárgába. Csak eltűnnének, akkor látszódjanak. Aztán megtartottam, hogy badacsony tovajon vagyunk. Mi? Badacsony tovaj. Van szép hely, meg minden. Csak nagy kaptató van erre. Ez na, mi? A jó lenne. Igen, megszűnt a kapcsolat. Veszi még tovább. Aha, szóval több veszél még engem. Szakítottak Igen, megyünk jelenleg főfele a kisfaludi kilátóhoz. Már vagy 3-szor rossz irányba indultunk el. Csak hogy jó legyen. Ja. De ez a mi formánk. Ez a miénk. Hassal lemerül. Igen. Gyere, Noel, megyünk! Tudás! Onnan jöttünk, onnan, valahonnan. Mert egyből itt értünk föl a izé mellett. Nem, itt, ennyien picit jöttünk, ott az út. Igen. Aha. Miért emlékszem, hogy egy kicsit nem, jöttünk ott az csak? Az. Igen. És arra a másik kilátót is megnézhetnénk, mert arra van a Balaton. Majd keresünk itt azt, aki. Jó? Itt a kilátó, Bence pont betakarja. Nem. De jó, én is fel megyek. Én nem, mert pár. Pedig tök jó odafönt lenni. Igen. Nem? Szia, Noel! Oliver tényleg nem jön? Oliver lemarad. Noel, figyelj, hogy ki ne essél. Na, leszedülök. És őszint? Nem jössz? Nem jön az Zoli.
Lassan. Figyelj a lábad elé. Fiúk bírnának a túrát még arra vissza, hogy nagyon kedvem, mi? Amúgy itt jöttünk fel a Rózsakőnél. Itt parkoltunk le valahol. Uh-huh. Rózsakő. Tovább jöttünk a kis Validéhoz, és visszamegyünk ide, ez a kereszteződés, ez ami nem látszik. És akkor elmegyünk a Egri József kilátóhelyhez, és akkor vissza le a Rózsakő, tök szép arra minden, aztán... De azon a pici helyen vagyunk már legalább 2 órája. Hát igen, ezt már bejártuk egyszer. Igen. Ja, Szigliget, ja, persze. Jó, jó, de jó. Ezt is már bejártuk, mert legutóbb meg Badacsonytól, ennek a feléről jöttünk föl így hátra a kis Faludihoz. Uh-huh. És itt van a karácsonyi balatoni fürdőzés. Ja. A szilveszteri. Itt meg a kom. Hey, Dad, gyere! Oh! Többség döntött. Tűz. Ja, ott lehetne, csak most éppen országos tilalom van. Mi van bent? Elfáradta? Uti Noe. Pogácsát közé rakta egy kenyeret, meg egy sajtot. Én meg egészséged. Ja, te szokásos, nem eszel semmit. Fakopács. 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 Jó, itt vagyok. Jó, majd kérek. Ez a legjobb túlága. Hol van? Valami madár lesz. Fokobács. Már egyszer régebben volt egy ilyen hangja. Most így hűvös van. Neki van mennyire elfáradva? Én. Én. Nyilatkozzon a két kicsi. Beszéltek a kamerába egy kicsit, hogy milyen volt eddig. Jó. Mi eszünk? Utólag meg visszanézzük azt a háttérbe, ott már elment egy medve. Mm-hmm. Nem is. Vagy farkas. Uncsik voltatok nagyon. Ugye apa? Ne, rengem lesz. Fakopács lehet. Igen. Igen. Ilyen gyorsan nem lesz. Csak így. Ezt le kell örökíteni, Noel paradicsomot eszik. Ugye, hogy finom? Igen. Csókolom. Nem fázol, Bence? Anyai, én már mindjárt megeszem az egészet. Van. Az nem egészséges. Anya, az egészséges. De jó volt. Anya, de az egészséges. Igen, igen. Hosszal. De jó volt. Hol van? Ja. El is vitték a hangyák. Hát azt úgy nem meg. Úgy igen. Hányos vagy csöndes? Azért eszünk, azt menni kell tovább. Jól lettál, Nor? Igen. Fakopács, halljuk. Nem látjuk, de halljuk.
elég nagy lehet, mert elég jó nagy hangja van. Most pedig elmegyünk megnézni egy másik kilátót. Egyenesen itt kell. Mekkora hangja van. Nem tudom, itt egyenesen kell tovább menni. És ott leszünk egyszer. Ah, kitört a munkám, semmi gond. Hát az Oliver mit csinál? Hát azt a jó Isten tartja még ott fent. Anya, itt volt egy lók. Anya, azt a oda például mókusok szoktak bebújni, képzeld el ilyenkor. Mókus luk. Na nincs senki. Lehet följebb van ám. Anya, tuti a fakopács törte ki. Fakopács, gondolod? Ezt is ő csinálta? Lehet. Oda néz, hogy meg van törve a fa. Bizony, az Oliver meg ezzel. Oliver meg ezzel járkál. Elmenjünk alatta? Elmerjünk? Én igen. Mindig elbújunk pont. És utána leszek, ott is leesek, honnan leestem. Na, hol voltunk az előbb, papa? Mesélj, gyere! Kisfaludi kilátónál jártunk éppen. És most hova tartunk? Egri Józsefhez. Jól emlékszem. Jól emlékszem. Egri Józsefhez. Egy bácsihoz fogunk oda menni? Igen, igen. Vagy? Öreg apámhoz megyünk éppen. Az öreg Egri Boda János. Egri József kilátóhoz megyünk. Oda nézd, milyen meredekség van itt. Ajjaj. Ajjaj, és milyen emelkedő van. Nekem az inkább nem tetszik. Jó napot! Anya feje fázik. Elkapaknó kedli! Gyere, itt a cél. Bence kiabált a gyerek? Az megjegyeztette az Olivért. Ott a kilátó. Hát a szokásos. Gyertek föl! Zéti! Atya, gatya, hol vagyok? Az irányba indultunk el? Igen? Akkor voltunk ott lent. Ott igen? Kerültés. Tényleg onnan jöttünk volna. És akkor így lehet sokkal hamarabb felértünk volna. Nem, nem. Ez
napot kívánok! Én is önnek. Milyen jó kis barlang van itt. Barlang? Tüzet gyújtasz? Hát abban nem lehet. Két, egy... Apa! Gyere tüzet rakni! Noel azt akarja, rakja a tüzet neki. Oh.